Új gyártócsarnok épül, 280 munkahelyet teremt a Diehl Aircabin Hungary Kft. Nyírbátori beruházása. Top 100. Több mint 20 ezer embernek biztosít munkalehetőséget Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 100 legjelentősebb vállalkozása, megjelent a cégeket bemutató legújabb kiadvány. Ökotermesztés. Az egyre keresettebb, vegyszermentesen előállított élelmiszerek termesztésével kapcsolatos konferenciát tartottak a megyeházán. Újabb repülőgép alkatrészgyártó csarnok építésével bővíti Nyírbátori telephelyét a Diehl Aircabin Hungary Kft. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A német tulajdonban lévő cég a beruházással 280 új munkahelyet teremt a régióban. A tervek szerint a termelés jövő nyáron indul be az új csarnokban. A német tulajdonú Diehl Aircabin Nyírbátori gyárában 2012-ben indult meg a termelés, azóta gyártják itt a repülőgépekhez tartozó kabinelemeket. A jövőben a németországi gyártó kapacitás növelése érdekében több tevékenység kerül át Nyírbátorba, ez indokolja az új gyártócsarnok építését. Valamennyi repülőgépgyártó társaság részére szállítunk, illetve gyártunk alkatrészeket. A legjelentősebb partnerünk az Airbus, akiknek sokféle alkatrészt állítunk elő. Elsősorban olyanokat, amelyek a repülőgép belsejében találhatók. Például oldalfalakat, mennyezeti elemeket, csomagtartó rekeszeket és ehhez hasonlókat. Az új gyártóegységben már bonyolultabb technológiát igénylő termékek gyártására is lehetőség lesz. 2014-ben a nyírbátori gyár forgalma 15 millió euró volt. Az új csarnok üzembe helyezésével szeretnék ezt az összeget megduplázni. A területen már megkezdődtek a munkálatok, amelynek révén a termelési terület 5500 négyzetméterrel fog növekedni, és újabb 280 főt tudnak majd alkalmazni. A nyírbátori üzem igazgatója azt is elmondta, hogy a beruházás során a következő 3 évben 100 millió eurót fektet a cég a magyarországi üzemeibe. Az a növekedés, amit végbe megy, az Németországból történő termékáthelyezés jelent, tehát emiatt Németországban nem szűnnek meg munkahelyek, viszont az a fejlesztés, ami az új beruházással itt lezajlik, az mindkét országban jelentős növekedést fog jelenteni a cégcsoport életében. Bei der Firma Diehl Aircabin und in der Diehl Aerosystem auftritt, werden wir hier in Nyírbátor aufbauen. Az új gyártócsarnok alapkövét, amelybe időkapszula is került, a cégcsoport és Nyírbátorváros képviselői közösen rakták le az építkezési területen. A tervek szerint 2015 őszén már megkezdődhet a termelés a Diehl új üzemében Nyírbátorban. Több mint 20 ezer embernek biztosít munkalehetőséget Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 100 legjelentősebb vállalkozása, hangzott el a Top 100 elnevezésű gazdasági fórumon. A kiemelt adónemek tekintetében a megyéből tavaly több mint 141 milliárd forint érkezett be a NAV-hoz, az összeg jelentős részét, 26,3 milliárd forintot a Top 100 című kiadványban szereplő cégek fizették be. Top 100, avagy a 100 legsikeresebb vállalkozás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az évente megjelenő ismertető olvasói a térség gazdasági helyzetéről is átfogó képet kaphatnak. A kiadványt, mint minden évben, idén is a regionális adófőigazgatóság, a megyei iparkamara és a megyei napilap állította össze. Másfél évtizeddel ezelőtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye napilapja Kelet-Magyarország úgy döntött, hogy évvége felé egy kis koncentrált gazdasági információval szolgál az újságolvasóknak. Ekkor határoztuk el, hogy megpróbáljuk a megye top 100 gazdasági cégét listázni, bemutatni adatok szerint. A rendezvényen elhangzott az eredményesség, nyeresség, árbevétel, export és a jó adózási morális feltétele volt annak, hogy egy vállalkozás a top 100-ak közé kerüljön. Közösségi megközelítésben is fontos ezeknek a cégeknek a léte, hiszen ezek a vállalkozások évről évre bizonyították, hogy képesek megszilárdítani, megerősíteni pozícióikat az adott piaci területen, ahol tevékenykednek, és nyilván bevételeikkel, adófizetési potenciájukkal és foglalkoztatási potenciájukkal nagyon fontos közösségi célokat is szolgálnak. A kiadványban többek között az is szerepel, hogy több mint 20 ezer embernek ad munkát Szabolcs-Szatmár-Bereg 100 legjelentősebb vállalkozása. Ezeket a nagy, illetve a kisebb térségbeli cégeket többek között a megyei iparkamara is igyekszik segíteni.
A vállalkozások előtt nem kis kihívások álltak, és állnak napjainkban is. Mi fontosnak tartjuk azt a kamara részéről, a vállalkozások részéről, hogy legyen kiszámítható gazdasági környezet, tehát magyarul egy vállalkozás tudja azt, hogy következő években mire számíthat adózásból, adózás szempontjából, emelési szempontjából, milyen piachelyzet várható. Ez egy fontos dolog ahhoz, hogy befektessünk. A legjelentősebb, legsikeresebb vállalkozások listázása mellett az is fontos, hogy 2010 óta a tartósan kiemelkedő eredményt nyújtó cégeket, cégvezetőket is díjazzák. Idén a Nyírség Hasszó Kft. Vezetője kapta a kitüntetést. Gyakorlatilag mióta összeállítják ezt a listát, azóta a cégünk benne van ebbe a top 100-as listába, és azért örülök neki, hogy benne vagyunk, mert ez egy elismerés, és azt mutatja, hogy jól működünk és jól gazdálkodunk. A rendezvényen elhangzott, a kiemelt adónemek tekintetében megyénkből tavaly több mint 141 milliárd forint érkezett be a NAV-hoz, az összeg jelentős részét 26,3 milliárd forintot adták a top 100 című kiadványban szereplő vállalkozások. Mind gazdasági, mind egészségügyi szempontból felértékelődik a jövőben az ökológiai mezőgazdasági termelés. A vegyszermentesen előállított élelmiszerek iránt folyamatosan nő a kereslet a világban. Többek között ez is elhangzott azon a tanácskozáson, ahol a régióban előállított ökológiai termékeket is bemutatták. Az ökológiai gazdálkodás fejlesztése számos előnnyel jár, melyek közül az egyik legfontosabb a munkahelyteremtés. Az ökológiai gazdálkodás nagyobb élő munka igénye révén növeli a foglalkoztatottságot, illetve ösztönzi a helyi és hazai piac megerősödését. A Megyeházán megrendezett fórumot a Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete szervezte azért, hogy népszerűsítsék a hagyományos gazdálkodást. A régiónak döntéshozóit, lakosságát, és pusztán az érdeklődéket is ez a téma foglalkoztatja. Valóban, hogy a kínálat bővelkedik a munkaerőben, és ugyanakkor vannak olyan kúrens növények, például a gyógynövények, amely egész országos átlagban alul termeltek. Azok viszont munka és időigényesek, tehát kínálkozik a lehetőség. A társadalmi és gazdasági előnyök mellett ugyanilyen fontosak a környezetre gyakorolt kedvező hatások, mint például a mezőgazdasági eredetű környezetterhelés csökkentése, a vízkészlet, a talaj, az élővilág, természeti értékek és kultúrtáj megóvása. Mindemellett az ökológiai gazdálkodásnak fontos szerepe van az ország GMO-mentességének megőrzésében is. A helyben előállított és helyben értékesített termékek a helyi gazdaságot erősíthetik. A megyei önkormányzat már a stratégiaalkotáskor is gondolkozott ebben a kérdésben, és nem véletlenül lettek olyan stratégiai célok meghatározva, mint például a versenyképes élelmiszergazdaság fejlesztése, vagy pedig a zöld megye stratégiai cél, sőt, még a képzett megyét is idehoznám, hiszen ezek a biológiai és ökológiai termékek azért nem kevés K+F tevékenységet is igényelnek. És most visszatérve egy kicsit a versenyképes élelmiszergazdaság fejlesztésére, tehát ez a megyének is fontos, és ugyanakkor a vidékfejlesztési program szempontjából is nagyon fontos, hiszen mind a két forrásból, tehát mind a TOB-ból, mind a vidékfejlesztési program forrásaiból az elkövetkezendőkben lehet majd támogatáshoz jutni. A kis és közepes vállalkozások alkotják elsősorban az agráriumnak ezt a szegmensét, ezért is csatlakozott a kezdeményezéshez a KKV-ház ZRT. Olyan regionális források állnak ma rendelkezésre, például a regionális fejlesztési holding révén, illetve a kereskedelmi bankok révén, az Exim Bankkal karöltve, ahol nekünk szavunk van, és ahol mi közvetítőként lépünk fel. De egyébként én azt gondolom, hogy a leginkább információval, illetve nyilvánossággal tudjuk a kis- és középvállalatokat támogatni. Mi azt tapasztaljuk, hogy a kis- és középvállalatoknál ma már nem is csak a forrás hiány, nem is csak a piac hiánya, hanem gyakorlatilag a technológiai ismeretek, a piac ismeret kompetencia hiánya a legjellemzőbb, ezen lehet, és ezen kell segíteni. A rendezvényen bemutatták a régióban előállított ökológiai termékeket, amelyeket a résztvevők meg is kóstolhattak. A karácsonyi rendezvényekre idén 3 millió forintot fordít Nyíregyháza önkormányzata, mondta a tájékoztatóján a megyeszékhely alpolgármestere. Ulrich Attila kiemelte, a belváros ünnepi fényeinek felkapcsolása, valamint az első adventi gyertyagyújtás vasárnap lesz. A következő hetekben több ismert előadó koncertezik a főtéren, csütörtökönként pedig ingyen lapcsánkával kedveskednek a városlakóknak.
Az alpolgármester hangsúlyozta, jótékonysági akciót is indítottak, valamint az önkormányzat döntése alapján a szociális és egészségügyi alap finanszírozásával többek között mintegy 2000 adag ételt osztanak majd ki a rászorulóknak. A Nyitott Városháza elnevezésű programon belül pedig egy különleges, Szentendréről érkező kiállítással várják az érdeklődőket december 3-ától. Magyarország egyetlen karácsonyi galériájáról van szó, amely egy olyan utat választott magának, ami eléggé unikális, ugyanis karácsony ugye egy három napig tart az évben, és karácsonyi díszeket, gömböket bemutatni, árusítani az az év többi részében nem egy egyszerű dolog. Viszont ami náluk van a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva, több mint 100 évre visszamenőleg. A szépségében, abban a varázsában, ahogy ezt régen megcsinálták, akár üveggömbökről, akár horgolt dolgokról, vagy akár kerámia figurákról van szó, ez nagyon szép. Lesznek bent 3 méteres fenyők, több is, de ez Betlehem, és ne felejtsük el Mikulás bácsit is. Kigyulladt egy autóbusz motortere péntek reggel a 36-os főúton Tiszavasvári és Nagycserkesz között. Az autóbusz vezetője észrevette, hogy füstölni kezd a motortér, így megállította a járművet, leszállította a 40 utast, és megkezdte az oltást egy poroltóval. Az oltást a kiérkező nyíregyházi tűzoltók fejezték be, személyi sérülés nem történt. Második alkalommal rendezték meg Nagykállóban a Budai Retrográd elnevezésű találkozót. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Keleti rangadót rendeznek a hétvégén a labdarúgó NB1-ben. A bajnoki címvédő Debrecen a Nyíregyháza Spartakuszt fogadja. A tavaszi első forduló előrehozott mérkőzése vasárnap délután 4:30-kor kezdődik a Nagyerdei stadionban. A Loki a tabella 5. helyén, a Spari pedig a 11. helyen várja a találkozót. A 2. helyen zárta az őszi szezont a labdarúgó NB3 keleti csoportjában a Kisvárda Masztergód. Révész Attila együttese 1 pont hátrányban van a listavezető Putnokhoz képest, és 7 ponttal előzi meg a 3. Kazincbarcikát. A várdaiak a Magyar Kupában bejutottak a legjobb 8 közé, ahol a Szolnokkal mérkőznek majd a továbbjutásért. Korábbi, valamint jelenlegi diákok és tanárok gyűltek össze péntek délelőtt a nagykállói Budai Nagy Antal szakközépiskolában. A 2. alkalommal megrendezett Budai Retrográd elnevezésű találkozó célja az, hogy a múltat felidézve ápolják a 144 éves intézmény szellemiségét. Nem csak régi tanár vagyok, hanem régi diák is, ugyanis 61 és 65 között én a Budai Nagy Antal gimnázium tanulója voltam. Onnan sikerült egyből az Kossuth Lajos Tudományos Egyetem matematika-fizika szakára felvételiznem. A tanárnő keze alól több mint 300 végzős diák került ki az alatt a 36 év alatt, amikor a Budai Nagy Antal szakközépiskolában tanított. Így elmondása szerint nagyon jó volt visszatérni az intézménybe a Budai Retrográd kapcsán. A 2. alkalommal megrendezett összejövetelen énekkel és régi diákok verseivel, szövegeivel készültek a jelenlegi tanulók. A szó is arra utal a retrográd kifejezés, hogy multidézésre, a kötődések emlegetésére gyűlünk ma össze. Meghívtunk régi diákokat, akik itt végeztek és elkerültek az élet különböző szegleteire, illetve meghívtunk nyugdíjas kollégákat, akik talán közelebb vannak a régi diákokhoz és kötődésekhez, hogy lássák, hogy milyen munka zajlik ma az intézményben. Az intézményvezető köszöntő beszédében kiemelte, hogy a Budai nem az elit, hanem az értékek iskolája. Ennek jegyében egész nap láthatóak voltak az egykori diákok rajzai, festményei és faragott alkotásai. A meghívott vendégeket és a szakközépiskola tanulóit különböző programok várták. Az első előtt egy kicsit aggódtunk, hogy egyáltalán lesz-e ennek, tehát kíváncsiak lesznek-e a régi diákok erre a rendezvényre, és már az első után meglepődtünk, hogy nagyon nagy szeretettel jönnek vissza hozzánk. Vannak rendkívül aktív nyugdíjas kollégák, akik természetesen a szervezésben is besegítenek. Az intézmény 144 éve működik, így a megye legrégebbi középiskolájaként tartják számon. A korábban óvónőképzőként ismert iskolában jelenleg pedagógiát, rendészetet és közgazdaságtan tanulhatnak azok, akik a budai szellemiség részesei szeretnének lenni.
Keleti rangadót rendeznek a hétvégén a labdarúgó NB1-ben. A bajnoki címvédő Debrecen a Nyíregyháza Spartakuszt fogadja. A tavaszi első forduló előrehozott mérkőzése vasárnap délután 16:30 kezdődik a Nagyerdei stadionban. A Loki a tabella 5. helyén, a Spari pedig a 11. helyen várja a találkozót. Nagyszerűen zárta az őszi szezont a Nyíregyháza Spartakus. Mátyus János együttese a forduló előtt egy ponttal kevesebbet gyűjtő Pécset fogadta, és 1-0-ás félidő után Szokol, Pekár, Koller, valamint Pákolic góljaival 4-0-ra verte ellenfelét. A Spari ezzel 4. győzelmét szerezte meg az idei bajnokságban. Egy ilyen győzelem után nehéz lenne kritizálni, az első félidő az nem volt az igazi. Nem úgy kezdtük, hogy elterveztünk, de mivel a védekezésünk szinte tökéletes volt, ezért az eredmény az nem volt számunkra kedvezőtlen. A második játékrész az szinte tökéletes játékkal magabiztos győzelmet hozott meg, ott már roppant elégedett voltam. A tavaszi szezonból 2 fordulót még az idén lejátszanak, a Nyíregyháza Spartakus vasárnap Debrecenben lép pályára. A két csapatnak ez lesz a 20. találkozása az élvonalban. Óriási mérkőzés lesz, 3 héttel ezelőtt játszottunk Diózsőrben, a másik keleti rangadón. Most Debrecenben fogunk szerepelni vasárnap 17:30, én bízom benne, hogy sokan el tudnak minket kísérni, és bízom benne, hogy hasonló játék szelleme, hasonló játékkal fogunk játszani, mint tettük azt Diózsőrbe, és akkor bármi lehet. Valószínűleg 10-ből 7-8-szor, nem tudom hányszor a Loki nyerne, de azért a fociban sok minden megeshet. Ha az a játékkal és olyan hozzáállással tudunk szerepelni, ahogy előbb mondtam, mint Diózsőrben, akkor viszont lehet, hogy most lesz a 10. mérkőzés. Nagyon keményen fogunk játszani, szenvedélye fogunk játszani, harcolni fogunk, és nem jöjjük, hogy ponttal, vagy pontokat érünk haza. A Debrecen-Nyíregyháza Spartakus találkozó vasárnap délután 17:30 kezdődik a Nagyerdei stadionban. A 25 pontos házigazda az 5., a 14 pontos Spari pedig a 11. helyen várja a mérkőzést. A forduló további párosítása a következő: Dunaújváros Budapest Honvéd, Újpest Szombathely, MTK Pécs, Pápa Videoton, Puskás Akadémia Diósgyőr, Ferencváros Kecskemét és Győr Paks. A második helyen zárta az őszi szezont a labdarúgó NB3 keleti csoportjában a Kisvárda Masztergód. Révész Attila együttese 1 pont hátrányban van a listavezető Putnokhoz képest, és 7 ponttal előzi meg a 3. Kazinc Barcikát. A várdaiak a Magyar Kupában bejutottak a legjobb 8 közé, ahol a Szolnokkal mérkőznek majd a továbbjutásért. Egyértelműen a bajnoki cím megszerzését tűzték ki célként a rajtelőtt Kisvárdán, ahol ennek szellemében erősítették meg a csapatot. A várdaiak sokáig vezették a keleti csoport tabelláját, aztán egy kisebb hullámvölgynek köszönhetően a Putnok mögé csúsztak a 2. helyre. Végül 11 győzelemmel, 2 döntetlennel és 1 vereséggel, 49 szerzett és 36 kapott góllal 1 pontra a 36 pontos Putnoktól a 2. helyen zárta az őszt a Révész Attila szakmai igazgató által irányított együttes. Emellett a csapat a Magyar Kupában bejutott a legjobb 8 közé, így nem kérdéses, hogy a szakember hogyan értékeli a szezont. Egyértelműen pozitívként, még akkor is, hogyha nem találunk a tabella elején, 1 ponttal Putnok előttünk van, viszont azért a kupa menetelés figyelembe véve és az NB3-as sorozatot, azt gondolom, hogy nagyon elégedettek lehetünk, mert minden csapat mindiket akart megverni. Totál győzelmi kényszer alatt játszottunk, és azért látszik, hogy a keretünk sajnos nem bírja el a 2 mérkőzést egy héten. Nagyon sok volt a kemény mérkőzés a bajnokik között, és az lefárasztott elsősorban mentálisan, ezért nem tudtunk olyan teljesítményt nyújtani, mint ilyenek alkalmakkal, amikor egy teljes hetünk volt a felkészülésre. Én gratulálok a teljes csapatnak, a vezetésnek. Én úgy érzem, hogy ez a csapat alkalmas mindenképpen az NB2-re. Nyilván még egy tavasz előttünk van, és erősítenünk is kell, hogy a keretünk alkalmas legyen még a kupa meccsekre is, mert Szolnokkal játszunk majd márciusban, illetve áprilisban. Az elmúlt ősszel mutatta, hogy mennyi energiát vesz ki a csapatba, ezért meg kell erősítenünk a keretet. Elsősorban fiatalok terén vagyunk lemaradva, bízom benne, hogy a tavasszal azért előre tudunk majd lépni, és tudunk igazolni játékosokat, és akkor meg lesz állított bajnoki címünk. A kisvárdaiak vasárnap egy szurkolókkal közös disznóvágáson köszönik meg a drukkerek támogatását, majd a jövő héten még egyszer találkoznak a játékosok, amikor mindenki megkapja a szünetre szóló edzéstervet. A felkészülés január elején kezdődik el. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
Újabb repülőgép alkatrészgyártó csarnok építésével bővíti Nyírbátori telephelyét a Diehl Air Cabin Hungary Kft. A német tulajdonban lévő cég a beruházással 280 új munkahelyet teremt a régióban. A tervek szerint a termelős jövő nyáron indul be az új csarnokban. Több mint 20 ezer embernek biztosít munkalehetőséget Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 100 legjelentősebb vállalkozása, hangzott el a Top 100 elnevezésű gazdasági fórumon. A kiemelt adónemek tekintetében a megyéből tavaly több mint 141 milliárd forint érkezett be a NAV-hoz, az összeg jelentős részét, 26,3 milliárd forintot a Top 100 című kiadványban szereplő cégek fizették be. Mind gazdasági, mind egészségügyi szempontból felértékelődik a jövőben az ökológiai mezőgazdasági termelés. A vegyszermentesen előállított élelmiszerek iránt folyamatosan nő a kereslet a világban. Többek között ez is elhangzott azon a tanácskozáson, ahol a régióban előállított ökológiai termékeket is bemutatták. A Kölcsei Televízió pénteki hírműsorát látták szombaton és vasárnap heti hírösszefoglalóval, a Krónikával várom majd Önöket, friss hírekkel pedig hétfőn este jelentkezünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is borongós időre számíthatunk kisebb esővel. Délnyugat felől meleg front érte el hazánkat, amely a következő napokban gyakori csapadék képződéssel, de csak alig érezhető enyhüléssel jár. Éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, foltokban ködös lesz a levegő, kisebb eső, néhol únos szitálás is előfordulhat. A keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre pedig általában mínusz egy fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, kisebb eső, néhol únos eső is valószínű, az északkeleti szél pedig gyenge marad, délutánra egy fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban is borult lesz az ég, csupán vasárnap lehet némi napsütés, kezdetben csak kisebb csapadék lehet, majd hétfőre délnyugat felől összefüggő csapadékzóna ér el bennünket, amely többfelé okoz majd kiadósabb esőt, ezt eleinte csak a hegyekben, majd később az alacsonyabban fekvő helyeken is átmenetileg egyre többfelé havas eső, havazás válthatja fel. Ekkor a szél is megerősödik, amely fokozza majd hidegérzetünket.